Sziasztok, Timi vagyok. Ma egy asztalt fogunk bevonni. Én nem teljesen vagyok annak a híve, hogy amit megveszünk, utána dobjuk ki. Szerintem ezeket újra fel lehet használni. Kicsit elkopik, megcsorbul, ezt meg lehet oldani azzal, hogy adsz neki egy új külsőt. Ha már a meglévő mondjuk a lakásod részeiben nem illik bele, mint például az, hogy változtattuk a kanapét, ehhez szükségünk van egy kis asztalra, de a kis asztal fehér, kopott, már sok mindent megélt, ezért választottam neki egy új külsőt, ami majd ez lesz. Azért választottam ezt, mert ez illeni fog az új bútorhoz, és megjelenésében mégis ad neki egy olyan külsőt, ami szerintem szépé tudja varázsolni azt, ami már megkopott. Először azzal fogjuk kezdeni, hogy szétszedjük az asztalt. Gondolom ezt tudjátok, hogy milyen típusú asztal. Amint látszik, a lábai is megkoptak, ezért nem csak a felső asztal részt fogjuk bevonni, hanem a lábakat is. Magát a burkolást is lehet nagyon sokféleképpen csinálni. Ha valaki úgy szeretné mondjuk ezt megcsinálni, hogy először csak az asztal lakját csinálja meg, utána külön a csíkokat, azt is ugyanúgy lehet. Mindenki egyéni ízlése szerint csinálja meg szerintem az ilyen dolgokat. Ezek úgyis csak ilyen ötletszerű dolgok, amit igazából mindenki saját ízlése szerint használ fel, hogy ő hogy szeretné ezt megoldani, megvalósítani, az már rajta múlik. Az illesztésnél szerintem úgy a legszebb, ha választottjátok az egyenes részt, összeillesztitek, és annak a mentén fogjátok beilleszteni. Ha egymásra illesztitek, akkor előfordulhat az, hogy mivel más az anyag vastagságotok, ezért látszani fog az átfedés. Ezért jobb a melléillesztés, mint a rá. Szerintem annyira nem kell arra figyelni, hogy a minta fusson, ha nem vagyunk nagyon mániákusok, mert optikailag ránézel, amúgy se fog igazán feltűnni az, hogy nem folytatólagos, illetve ha belegondoltok, egy asztallap sem teljesen homogén. Ha teljesen homogén, akkor azon látszik, hogy teljesen mű. Így a érzésre természetesebbnek tűnik szerintem. Van, aki azt a taktikát szereti, hogy magát, amit lehúz, azt feszíti, és amellett lassan húzza a kezét. Ez is egyfajta technika. Szerintem ez mindenkinél más-más. Úgyis mindenki úgy fogja megcsinálni, ahogy neki leginkább a kezére esik. Jó. Meghajtjuk az éleket.
attól függően, hogy hogy szeretnénk, melyik látszódjon és melyik nem, a szerint le fogjuk vágni. Nekem az a szimpatikusabb, hogyha ettől a résztől szabadulok meg, illetve ettől a résztől, és ezt hajtom rá. Szerintem úgy szebb, mert ez a rész, hogyha ezt hajtom, akkor itt oldás fog keletkezni. Egy nagyon pici ránhagyást jobb hagyni, mert akkor biztos, hogy nem lesznek fehér szegély részek. Mivel ez sem teljesen egyenes, ahhoz képest, ahogy a másikat megvágtuk, le lehet vágni a széleket. Ezért mondtam, hogy nem teljesen kell arra figyelni, hogy hogy oldjuk meg, illetve ezeket a részeket, aki igényli, az megcsinálhatja úgy, hogy vonalzó mentén húzza. Csak mivel ez egy alacsony asztal, ezért nekem nem fog látszani az, hogy hogy van összeillesztve. Engem annyira nem is zavar. Tetszőleges módokon vághatunk. Azért csinálom sokféleképpen, hogy mindenki meg, ahogy érzi, ahogy a kezére esik, hogy kényelmesebb, mert lehet, hogy valakinek így kényelmesebb egyenesen vágni. Maga felé fölé. Igen, én magam felé szoktam vágni. Mindenkinek máshogy esik kezére. Ha megvagyunk a lapjával, ahogy látjátok, vannak itt ilyen illesztő részek. Ha azt akarjuk, hogy amikor a lábat felrakjuk rá, akkor mondjuk ne sérüljenek, akkor valószínű van otthon, ha nem, akkor beszerzünk maszkolószalagot, ami segít abban, hogy kevésbé kopjanak azok a részek, és ne szakadjon be maga az a toldás rész, amit mi csináltunk. És a maszkolószalagon keresztül még ugyanúgy észre tudjuk venni, hogy hova kell majd a lábakat illeszteni. Elkezdjük szépen illeszteni. Én jobban szeretem a végén levágdosni a részeket, hogyha már megvagyok az első illesztéssel, mert akkor tudok rajta majd annyit fordítani, hogy le tudom vágni. Mivel nekem most ez hullámosra sikerült, ezért pont ugyan azzal a lendülettel vissza is szedtem, hogy meg tudjam feszíteni a
erről az asztalra. De viszonylag egyenes vágással megpróbálok végig menni rajta, hogy a feleséget viszont levágok. Csináltam bele puklikat, levegőket, amitől úgy lehet megszabadulni, hogy óvatosan nem megsértve az anyagot, megszúrod, és azon a kis lyukon keresztül kinyomkodod a levegőt. És maga a lyuk sem látszik, illetve az se, hogy van benne levegő. És már csak az utolsó rész van hátra. Ami mentén levágjuk. Elsőnek, ha lehet, ne egy olyan anyagtípust választhatok, ami egyszínű, mondjuk fekete, fehér, szürke, mert tanulásnál az egy viszonylag nehéz feladat, és elvennétek a saját kedveteket vele. Például egy ilyen fa minta azért jó, mert hogyha hibázol rajta, akkor se annyira feltűnő, mint például egy egyszín homogén anyagnál, hogy ha megtoldod, hogyha valahol megsérül, könnyebben látható, mint egy ilyesmi típusúnál kevésbé látszik. És íme a szép asztalunk. Sziasztok!